Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a szögről tanulunk. Aktuális leckénkben néhány szögtípussal ismerkedünk meg, de mivel a szögeket többféleképpen csoportosíthatjuk, így ma egyedül azt a szempontot vesszük figyelembe, hogy a szög szárai hogyan illeszkednek egymáshoz. Ezek alapján láthatunk néhány szögtípust, ezekkel ismerkedünk meg aktuális leckénkben. Kezdjük az első és talán a legegyszerűbb szög típussal, ez az egyenes szög. Nézzük, hogy a szögvonalat alkotó félegyeneseket hogyan kell egymáshoz illeszteni, hogy egyenes szöget kapjunk. Hát, mint ahogy a neve is mondja, utal arra, hogy egy egyenessel van kapcsolatban, vegyünk fel egy tetszőleges egyenest. Erre az egyenesre illeszük rá először is az O1P félegyenest, ez tetszőlegesen majd folytatásban az O2 Q félegyenest, mégpedig úgy, hogy a második félegyenesünknek a kezdőpontja pontosan az előző félegyenes kezdőpontjához illeszkedjen. Így már az O1 és az O2 jelölésre nincs is szükség, egyszerűen jelöljük csak egy O ponttal, hiszen ez a feltétele annak, hogy a két félegyenes együttesen egy szögvonalat alkosson. Amikor kész a szögvonal, szükségünk lesz egy szögtartományra, vehetjük akár a fölső sík részletet, vagy akár az alsót, én most veszem a fölsőt, és együttesen tehát a szögvonal, ezzel a szögtartományjal együtt egy szöget alkot, mégpedig a POQ szög, amely jelen esetben egy egyenes szög. Összegzésül elmondhatjuk tehát, hogyha ha a szögvonalat alkotó félegyenesek, melyek természetesen közös kezőponttal rendelkeznek, egy egyenesre illeszkednek, akkor az ilyen szöget, amelyet kaptunk, egyenes szögnek nevezzük. Ennek a szögnek a szög tartománya egy félsík, a határ egyenese pedig a POQ szögvonal. A következő szögtípus, melyen megismerkedünk, az a teljes szög. Nézzük, hogyan illeszük egymáshoz a két fél egyenest, hogy teljes szöget kapjunk. Az első fél egyenesünket, az O1P fél egyenest tetszőlegesen fölvesszük. A második félegyenes, az O2 q úgy vegyük fel, hogy pontosan lefedje az előző félegyenest. Így a két kezdőpont, hasonlóképpen az egyenes szöghöz, már nincs szükség O1O2 jelölésre, elegendő csak O-ként is jelölni, és az OP és az OQ teljesen lefedik egymást. Elmondhatjuk, hogy ha a szögvonalat alkotó félegyenesek, meg természetesen közös kezdőponttal rendelkeznek, teljesen lefedik egymást, akkor az így keletkezett szög a teljes szög. Mostani rajzunkon még csak a szögvonal látható, egészítsük ki ezt egy szögtartományjal, jelöljük is meg ezt a szögtartományt, jelöljük meg ennek a szögtartománynak az ívét, és együttesen tehát a szögvonal és az így kapott szögtartomány alkotja a teljes szöget. A harmadik szög típus, melyen mai leckénkben megismerkedünk, ez a derékszög. Nézzük, hogyan illeszük egymáshoz a félegyeneseket, hogy derékszöget kapjunk. Először is vegyünk fel egy tetszőleges egyenest. Ezen az egyenesen helyezzük el az egyik félegyenesünket, legyen az az OP. Segítségül vegyünk most egy derékszögű háromszög vonalzót, ugyanis annak feltétele, hogy derékszöget kapjunk, hogy a félegyenesek egymásra merőlegesek legyenek. Így a derékszögű háromszög vonalzó segítségével meg tudjuk rajzolni a másik félegyenest, illeszteni tudjuk a másik félegyenest, úgy, hogy az pontosan merőleges legyen az előző félegyenesre. Elmondhatjuk tehát, hogy a szögvonalat alkotó félegyenesek, meg természetesen közös középonttal rendelkeznek, egymásra merőlegesek, akkor az így keletkezett szög lesz a derékszög. Mostani rajzunk egyelőre csak még egy szögvonalat tartalmaz. Ha ezt kibővítjük egy szög tartományjal, akkor elmondhatjuk, hogy az ábrán látható szög a derékszög. Ezzel megismerkedtünk három nagyon jellegzetes szög típussal: az egyenes szöggel, a teljes szöggel és a derékszöggel. A derékszöget felhasználjuk a következő két típus megismeréséhez. Ugyanis a derékszögtől kisebb szögeket nevezzük hegyes szögnek, míg a derékszögtől nagyobb, de az egyenes szögtől pedig kisebb szögeket a tompaszögnek. Nézzünk egy-egy példát, egyrészt a hegyes szög, másrészt pedig a tompaszög esetére. Kiinduló pont mindkét szög esetében a derékszög. Hegyes szögről akkor beszélünk, hogy a szög szárait a derékszögtől kisebbre csupjuk, míg szögről akkor beszélhetünk, hogyha a szög szárait a derékszögtől nagyobbra, de az egyenes szögtől kisebbre nyitjuk. Végezettől ismételjük át a mai órán megismert szögtípusokat. Mindegyik szögtípus kialakításánál a szárak egymáshoz viszonyított helyzetét vettük alapul. Az első ilyen szögtípus volt az egyenes szög, amikor is a fél egyenesek egy egyenesre illeszkednek, a második típusunk volt a teljes szög, amikor is egyik a másikát fedi, tehát a kétszár fedi egymást. A harmadik típusunk volt a derékszög, amikor is a félegyenesek egymásra merőlegesek. A derékszögtől kisebb szög a hegyes szög, illetve a derékszögtől nagyobb szögek pedig a tompa szögek. Az itt látható szög típusok esetében, a teljes szög kivételével elmondhatjuk, hogy mind kisebb vagy egyenlő, mint az egyenes szög. Nem látunk olyan példát, amely az egyenes szög és a teljes szög között helyezkedne el. Erre a következő videóban kerül majd sor, amikor is megismerkedünk a konvex, illetve a nem konvex vagy másképpen konkább szögekkel. Ma leckénknek ezzel végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!